Szeretettel köszöntök mindenkit olvasókörünk első alkalmán. A címet Lev Tolstojtól, a nagy orosz írótól vettem, aki élete végén olvasókör, oroszul Krug Csztényia címmel kiadott egy nagy gyűjteményt az év minden napjára, január 1-től december 31-ig gyűjtve bölcs mondásokat, közmondásokat, szállóigéket, rövidebb és hosszúbb történeteket, talán elbeszéléseket is, hogy minden nap legyen lelki táplálékuk is az embereknek, mert komolyan vette Jézusnak azt a kijelentését, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. Természetesen Tolstoj nem csak bibliai igéket vett számba, ő annyira nem is hitt teljes egészében a Bibliában, hanem a világkultúra egyéb más területeiről ismerített. Az én olvasóköröm azonban először legalábbis bibliakör szeretne lenni, méghozzá olyan bibliakör, amely ennek a 66 könyvből álló Bibliának talán azt a részét állítja mindannyiunk elé, amely mintegy összefoglalja az egész Bibliát. Ez Jézusnak mintegy 40 példázata. Tehát olvasókörünk vagy bibliakörünk most példázatmagyarázó körré fejlik át, és az első alkalommal rögtön nekivágunk a 40 példázat közül talán a legátfogóbbnak. Tudnék én ezt a 40 példázatot a következőkben csoportosítani fogom, és először beszélünk az első 5-6 legalapvetőbb példázatról, utána majd szólunk a mennyek országáról szóló példázatokról, aztán szólunk 3 rendkívüli példázatáról, Jézusnak az imádságról szóló példázatairól, majd utána a végidőkre, a mi mostani napjainkra vonatkozó példázatairól. Tehát Jézus, amikor az országot járta északtól délig, a Hermontól a Holtengerig, nagyon sokszor példázatokban nyújtotta át tanításait hallgatóságának. Természetesen voltak alkalmak, amikor néhány mondatban mondta el üzeneteit, voltak olyan helyzetek, amikor például a samáriai asszonnyal való beszélgetésben, Nikodémussal való beszélgetésben, de akár a vakon szülött kezelésében és a vele folytatott beszélgetésben, vagy bármi más ilyen társalgásban fejtette ki tanításait, de az biztos, hogy Jézusnak a legalapvetőbb tanításai, amelyek szinte az egész Bibliát összefoglalják, nem csak a 4 evangéliumot, de az egész Bibliát is, ezekben a példázatokban, parabolákban idegen szóval találhatók meg. Körülbelül 40 példázat az, amit szeretnék majd elemezni, és ma az első alkalommal a búza és a konkoly példázatát vesszük át, amely egyedül Máté evangéliuma 13. fejezetében található, 2 részletben. Először a fejezet első részében Jézus elmondja magát a példázatot, utána pedig a tanítványok kérdésére visszatér a példatörténetre. Tehát én most úgy szeretném átvenni ezt a példázatot, hogy mindenki, aki otthonában van, vagy aki kis csoportban összegyűlik-e példatörténet megbeszélésére, vagy akár hittanórán, vagy osztályfőnöki órán, vagy más egyéb alkalomkor iskolákban diákok erre kíváncsiak, üljünk le, és próbáljuk megérteni, hogy Jézus itt mennyire érthető módon, de mennyire alapvető dolgokról beszélt kicsinyeknek és nagyoknak, mert ezeket a példázatokat a 6 éves kortól a 100 éves korig élő embereknek jó szívvel tudom ajánlani, mindenki megértheti, aki odafigyel. Ne felejtsük el I. és Gyulának nevezetes kijelentését az 1960-as évekből. I. és akkor azt mondta, hogy az európai kultúrában azért van egy nagy hiányosság, hogy az írás előbb hódított, mint az olvasás.
Itt mindenki írni akar, mindenki kifejezni akarja magát, önfeltárulkozás, önmegvalósítás, nem vagyok ennek ellene, de Goethe, aki igazán nagy mestere volt az önfeltárulkozásnak és önmegvalósításnak, ő mondta, amikor az eredetiségről szólt, hogy bennem semmi eredeti nincsen, én átvettem mindenkitől azt, amit elolvastam, megtanultam a legjobbakat, és abból köpültem, abból csináltam valamit, ami aztán azt lehet rá mondani, hogy ez a Goethei. Hát inkább most mi tanuljuk meg a jó olvasást, most még ne írjunk, ne fejezzük ki magunkat, próbáljunk meg megtanulni jól olvasni. És ezért most én egy kicsit szünetet is tartok, a videót meg lehet állítani, és kérném szépen, hogy Máté evangéliumában, ahogy itt van nálam a Biblia, és nézem, a 13. fejezetben kezdjük el olvasni a 24. verstől egészen a 30-ig, majd utána, amikor a tanítványok kérdezik, hogy magyarázz meg nekünk a szántóföld konkójáról való példázatot, a 37. verstől egészen olvassuk el a 43-ig. Visszaemlékezem arra, hogy az 1970-es évek végén, amikor én becsöppentem ilyen bibliakörbe, aki tartotta a bibliakört, és mindig ezzel kezdődött az összejövetelünk egy rövid imádság után, hogy ő felolvasta a jézusi példázatot. Nem túlzok, nem most szépítem meg az emléket, akkor is így éreztem, már a felolvasásnál, ennél az értő, szépen felolvasott előadásnál, már hallgatva a puszta felolvasást úgy éreztem, hogy legalább a 20-30%-át már megértem a példázatnak, és akkor elszégyeltem magamat, és azt mondtam magamban, hogy miért vagyunk mi annyira figyelmetlenek, miért nem tudunk mi odafigyelni az igazi kijelentésekre, az igazi történetekre, és az igazán szépen, röviden, velősen, de minden esetre a legfontosabb dolgokat előtérbe állító felolvasásokra miért nem tudunk igazán odafigyelni. Nos, hát most azt kérem, hogy ahol vagyunk, ha egyedül vagyunk, akkor most mondom, le lehet állítani ezt a videót. Mindenki olvassa el, ha egyedül van is hangosan, mind a két szövegrészletet. Ha bibliakörben vagyunk, akár négyen, öten, Jézus azt mondta, hogy ha ketten, hárman egybegyűlünk az ő nevében, az már elég, ott már ott lehet közöttünk, vagy akár egy osztályban vagyunk, most én elcsendesedem, nem is akarok példát adni a felolvasásra, vagy a bibliakör vezető, vagy egy tanító, tanítónő, vagy egy tanár, tanárnő, legyen kedves felolvasni szépen, érthetően, tagoltan ezt a példatörténetet, de utána rögtön a magyarázatát is. Azután fogok majd következni, hogy elmerüljünk egy kicsit ebbe a történetbe, tehát most akkor hallgatok.
Ha elolvastuk a példatörténetet, akkor a leghelyesebb az, hogyha különböző kérdéseket teszünk fel. Comenius, a nagy nevelő a 17. században, a Didaktika Magna, a Nagy Oktatástan című könyvében egy ismeretlen görög költőt idézett, egy kétsoros epigrammáját, amelyben összefoglalta minden emberi tudásnak, igazán megszerzett tudásnak a titkát. És ez a következőben áll. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, e hárommal tanítvány megelőzi a mestert. Nos hát most milyen tanítványok legyünk, hogy megelőzzük a talán emberi mestereinket, az isteni mestert nem tudjuk megelőzni, viszont tudjuk igazán követni. Tehát tegyünk fel kérdéseket a búza és a konkoly példázatával kapcsolatban. Kit mi ragadott meg ebből a történetből, szokványos történet, de vannak rendkívüli részek. Mielőtt ezeket a kérdéseket feltennénk azonban, a felolvasás után, akár egyedül vagyunk otthon, próbáljuk meg elmondani, hogy mit olvastunk. Akár többen vagyunk bibliakörben, akár egy osztályban vagyunk, próbáljunk meg valakit megkérni, hogy foglalja össze röviden, hogy miről olvastunk, aztán, hogyha valaki valami lényeges mozzanatot kihagy, akkor próbáljuk kiegészíteni. Hát valahogy így. Ez a példatörténet egy Jézus korabeli szokást elevenít fel. Abban az időben, ha az emberek ártani akartak egymásnak, és sajnos ez akkor is megvolt, nem csak ma, akkor a gazdálkodó emberek vetésébe a kultúrnövény mellé gyomnövényt vetettek. Így a történet szerint volt egy gazda, aki tiszta búzát, jó magot vetett a földjébe. De mikor a szolgái éjszaka nem vigyáztak, rendre elaludtak, jött az ellensége, és gyomnövényt vetett be a búzasorok közé. Tudni kell, és hát ezért mondom én el most a történetet egy kicsit bővítve, de tudni kell, hogy Palesztinában egy különleges konkoly fajta volt, amely meglepően hasonlított a búzához, amikor felnőtt mind a két növény, a kultúrnövény, a búza, a gyomnövény, a konkoly, és kalászosodni kezdett, akkor lehetett észrevenni, hogy ez búza és ez meg konkoly. Tehát addig nem. Tehát amíg kicsi volt a gyomnövény, nem lehetett kiszaggatni, kivenni a helyéből, mert hát nem lehetett megkülönböztetni. Tehát ennyit tudni kell a példázat megértéséhez. És akkor, amikor már felnőtt a konkoly, amikor már megerősödve ott volt egy másik sorban, vagy a búza tövek között, akkor már késő lett volna kivenni ezt a konkolyt, mert jöttek felháborodva a szolgák, hogy hát uram, te jó magot vetettél, hát honnan a konkoly? És azt mondta erre az úr, hogy valamely ellenség cselekedte ezt. Ugye ezt jól megfigyeltük a példatörténetben, ezt a kifejezést, hogy valamely ellenség, héberül sátán, görögül diabólosz. A héber sátán ellenséget jelent, a görög diabólosz pedig vádolót, vagy szétdobálót. Ne húzzátok ki a konkolyt, mert a konkolyjal együtt ne talántán a búzát is kiszaggatnátok, és akkor több kárt okoztok, mint hasznot. Hagyjátok, hogy mind a kettő nőjön fel az aratásig, és akkor majd összegyűjtetik külön csűrökbe a búza, külön a konkoly, de csak azért, hogy megégessék oldhatatlan tűzzel. Tehát körülbelül a példatörténetnek ez a tartalma. Ha mindannyian megfigyeltük a példatörténetnek az elbeszélését, és figyeljünk jól, mert ez a, nem véletlenül mondtam, hogy példázatokról beszélünk, a példázat, vagy görög-római nevén parabola,
az annyit jelent, hogy egy példatörténet, ami nem önmagában hordja a jelentését, hanem valamit példáz, valamire utal. Ez más, mint a proverbia, a példabeszéd, vagy közmondás, vagy szálóig, ez egészen más műfaj. Rendre összekeverik, most lelkészektől is mindig azt hallom az interneten is, hogy Jézus példabeszédei. Jézusnak vannak példabeszédei, János evangéliumában 3 is. Például a szőlőtő és a szőlőveszőkről szóló példabeszéd. János evangéliumában példázatok nincsenek, viszont a 3 Máté, Márk, Lukács szinoptikus evangéliumában csak példázatok vannak, tehát parabolák, míg Jánosnál csak proverbiák. A kettő között az a nagy különbség tehát, hogy a példabeszéd az rendre azonosítja a dolgokat, tehát az tulajdonképpen egy kicsit ilyen allegorizáló beszéd, a példázat viszont jelképeket gazdagon alkalmazó beszédfajta, és arra kell figyelni, hogy mit példáz, mire utal rá. Tehát akkor próbáljunk kérdéseket fölvetni. Azért helyeztem az élre ezt a példázatot, mert a legátfogóbban bemutatja az emberi életet, az emberi létezést. Ahogy Jézus járkelt itt a tartományokban, világossá akarta tenni, hogy ő mindenki számára érthető módon szeretné az igazságukat bemutatni, ezért szólt példázatokban. A példázatokat jól meg lehet jegyezni, ha nem jegyezzük meg, aztán meg lehet beszélni, ki lehet bővíteni. Egy érdekes történetet hadd mondjak, hogy még a 80-as években történt, egyik bibliatáborunkban mondta el egy házas pár, hogy amikor először látogattak az akkori Szovjetunióba, valaki rájuk bízott egy könyvcsomagot. Jól be volt csomagolva, vagy 3 rétben is. Hát Moszkvában egy posta hivatalban sorba állt, aki, hát a postás kisasszony jelezte nekik, hogy hát itt nem lehet csak úgy könyvet feladni, ezt föl kell bontania. És nagy üggyel, bajjal az első réteget felbontotta, de mivel annyira le volt ragasztva, át volt kötve, hogyha belefáradt, ott hagyta, lepecsételte, elment a könyvcsomag, és amikor visszaért ez a házaspár Magyarországra, megkérdezte azokat, akik velük küldték ezt a könyvcsomagot, hogy hát ugyan mit küldtetek ebben? És hova, kiknek? És akkor mondták el, hogy Bibliát küldtek, ami hát persze tilos volt az akkori Szovjetunióban Bibliát küldeni, és elmondták azt nekik, hogy az Uralon túli németeknek küldték, akik még a II. Világháború után ott maradtak, ez valamikori 70-es évekbeli történet, tehát azért gondoljuk meg, 30 évvel később még ott voltak, mint hát ugye a rendszerváltás idején kiderült, hogy magyar Szibériát járt ember is visszajött onnan keletről, és ezek valamiféle jelzést adhattak, hogy nincs Bibliájuk. És úgy próbálták hétről hétre egymást erősíteni, hogy mindenki elővette a bibliai ismereteit, amire emlékezett, aztán a többiek kitoldották, foldották, és így végül is összeállt a kép. Hát ugyanígy áll össze a kép, hogyha mi jól elolvassuk a bibliai történetet, jelen esetben a példázatunkat, utána próbáljuk elmondani, de azért a lényege szerint hiánytalanul, részletekbe nem kell belebocsátkozni, majd a részletekbe a kérdések után bocsátkozunk bele, és aztán elérkezünk oda, hogy kérdések nyomán fölfejtjük a példázatot, hogy miről is szólt itt Jézus Krisztus. Az első kérdésem az, hogy ki az a jó gazda, aki veti a jó magot? Ki az, aki megteremtette a világ mindenséget és benne a mi földünket, és csak jót alkotott, ahogy ő elmondja az általa ihletett teremtés beszámolóban, a Bibliánk legelején, minden nap után azt mondta, hogy ő megnézte, amit teremtett, és látta, hogy jó, és a 6. nap után, az ember teremtése után meg még azt is mondta, hogy igen, jó. Hát ha ő maga azt mondta, hogy ő jó világot alkotott, abban nem volt semmi hiány. Abban nem volt semmi rossz.
Ki ez a jó gazda? Ki a mi teremtő Istenünk? Igen, ez a Biblia Istene. Ez nem Homérosz Istene. Homérosz az Iliászban azt mondja, hogy az Isten, a Zeus, az föntről két hordót önt a földre. Az egyik hordóból a jó jön ki, a másik hordóból a rossz jön ki. Istentől származik a jó is, meg a rossz is. Nem, mi nem ilyen Istenben hiszünk. Mi olyan Istenben hiszünk, akitől csak jó származik. Akiről azt mondja Jakab apostol első levelének első fejezete, hogy minden jó és tökéletes adomány felülről származik, és a világosságuk atyától száll alá, akiben nincs változás sem változásnak árnyéka. És kezdjétek el olvasni a Zsoltárok könyvét, és mindjárt a legelső öt Zsoltárban megtaláljátok azt a kifejezést, hogy Istentől nem származik rossz, őtőle csak jó származik, ő csak tiszta magot vetett. Az első kérdésnél egy kicsit járjátok körül ezt, hogy a mi istenképünk, ha a Bibliára hagyatkozunk, akkor ilyen istenkép. Mi nem hiszünk a görög mitológia istenképében, mi nem hiszünk mondjuk az iszlám istenképében, mi nem hiszünk természetesen a keleti vallások és kultuszok istenképében sem, mert ott tulajdonképpen nincs is Isten, ott az Isten az emberi behelyezik, és ezért önmegváltást hirdetnek, de mi nem hiszünk az eltorzult keresztény tanításokban sem, amelyek rendre azt akarják bebizonyítani, hogy valahogy Isten akaratával jött létre a rossz. Nem. Isten jó szántóföldet teremtett, és jó magot vetett be a szántóföldjébe. A világ is úgy került ki a kezéből, hogy jó volt, és az ember is jó volt. No, a Prédikátor könyvében azért járjatok utána egy igének, amely így kezdődik, hogy azt láttam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak. Hát pontos fordítás szerint ez a jáser kifejezés annyit jelent, hogy őszintének, egyenesnek, becsületesnek, de ők kerestek sok kigondolást. Az embert Isten nem befejezetnek teremtette. Isten az embert minden lehetőségével a fejlődésre teremtette, minden lehetőségével a növekedésre, arra teremtette, Róma 8.29 a Bibliának hatalmas kijelentése, hogy mi Jézus Krisztus ábrázatához hasonlatossá váljunk. Isten erre teremtett bennünket, hogy a magunk fejlődésével, tehát gondolkodásával, döntéseivel, az Isten akaratának való engedelmeskedéssel elérjük azt a szintet, hogy mi hasonlókká váljunk a teremtőnkhöz, mert hiszen nem csak az Atya teremtett, és a Bibliánk nem csak azzal kezdődik, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, tehát a Szentlélek teremtett, hanem már az első fejezetben az van, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és János evangéliuma azt mondja Jézusról már a prológusában, az első fejezetében, hogy minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Mind a három isteni személy részt vett a teremtés munkájában. Már a 4. század végi krédó nem pontosan fogalmazott, de hát én nem is a krédóban hiszek, az első egyetemes keresztény hitvallásban, már ott is hiba csúszott be a megfogalmazás, hogy hiszek az egy Istenben, mindennek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban. Nem. A mindennek teremtője nem csak az Atya volt, hanem a Fiú is, és a Lélek is. A Szent Háromság mindhárom személye részt vett a teremtésben, és ezt a Bibliánk első fejezete már jelzi a második versében, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, és a 26. 27. versében a többes szám, ami nem királyi többes, hogy teremtsünk, a teremtsünkben benne van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ez később nem csak János evangélium, a Pál Efézusi levele, Kolossé levele, a Jelenések könyve bevezetése ugyanúgy megerősíti. Tehát Isten
Az isteni szent háromság csak jót teremtett, minden lehetőségével annak, hogy ez a jó még jobbá fejlődjön, és elérje az isteni létteljességet. Minket Isten ezért teremtett, nem pedig azért, mert alávetett lényeket akart létrehozni, hanem magához fölemelhető lényeket, de ebben a fölemelkedésben azoknak a teremtményeknek a maguk hozzájárulása is benne legyen, ők is akarják ezt. Tehát első kérdésünkre megadhatjuk a pontos választ, hogy Jézus világosan, egyszerűen, egy történet keretébe ágyazva világosan mondja, és ezt el is ismerik még a szolgá is, hogy Uram, te jó magot vetettél a te jó földedbe, jó magot vetettél, hát honnan a konkoly? Azért kezdem Jézus példázatainak ismertetését éppen ezzel a példatörténettel, mert a második kérdésünk, hogy honnan a konkoly? Honnan a rossz? Én amikor középiskolás voltam, és elkezdtem gondolkodni komolyan, Babits Mihálytól kaptam meg ezt a kérdést, aki az egyik tanulmányában, nagyszerű tanulmányai vannak Babitsnak, például az Ágoston tanulmánya, a Bergson tanulmánya, a Veszedelmes világnézet, hogy csak hármat említsek a legfontosabbak közül. Az egyik tanulmányában azt mondja a Babits, hogy az a kérdés, hogy honnan van a rossz, a legvitálisabb kérdés, és sok ember ezzel a kérdéssel el is intézi, hogy tagadja Istent, mert azt mondja, hogy ha Isten létezik, hát akkor honnan a rossz? Hát ha Isten mindent jónak teremtett, akkor hogyan keveredett itt bele a rossz? Hát rosszat nem teremthetett. De akkor a tudomása nélkül valami porszem megakadt itt a gépezetben, és abból lett a rossz. Hát akkor ezzel azt mondjuk, hogy Isten nem mindenható és nem mindentudó. Ha meg viszont tényleg ő valami pedagógiai célra rosszat is megteremtette volna, hát akkor meg azt mondjuk, hogy Isten nem a tökéletes szeretet, mert most kísérletezik rajtunk, hogy ennyi rosszat kell átélnünk az életben. Nagy kérdés ez, hogy honnan a rossz, de Jézus ebben a példatörténetben világosan mondja, hogy a rossz nem Istentől származik, és forduljunk a Biblia más részeihez, amelyek rávilágítanak arra, hogy mióta van rossz, hogyan jött létre a rossz. És elolvassuk a Bibliának a rosszról szóló legalább 4 fontos igehelyét, és mondanám, hogy legyetek kedvesek följegyezni, hogy Ézsajás könyve 14. fejezetében, Ezékiel próféta könyve 28. fejezetében, ott 2 visszautaló látomás van Babilon királyáról és Tírus királyáról, és ahogy őket jellemzi ez a 2 próféta, hirtelen csak Sátánnak a jellem tulajdonságai merednek elénk, és mögött az, hogy honnan is jött ez a rossz. A legfontosabb János evangélium a 8. fejezet 44. versről, maga Jézus beszél erről egy farizeusokkal való vitájában, hogy honnan a rossz és hogyan jött létre a rossz. És aztán olvassuk el a 4. igehelyünket is, a Jelenések könyve 12. fejezet 1. versétől azt a nagyszabású látomást, amivel egyébként az egész Jelenések könyve utolsó látomás sorozata kezdődik és ezzel zárul is. Tehát, hogyha ezt a 4 bibliai kijelentést, még egyszer mondom, Ézsaiás 14, Ezékiel 28, János 8, Jelenések 12. fejezeteit komolyan vesszük, meggondoljuk, akkor választ ad nekünk az Isten arra, hogy a rossz az nem itt a Földön jött létre. A rosszat nem mi találtuk ki, emberek. A rossz már a Földünk teremtése előtt létrejött a mennyben egy mennyei lázadás nyomán. Az angyalseregek fejedelme lázadt fel Isten ellen. Döbbenetes dolog. Aztán, hogy a hogyan, hogy Isten nem vetette őt el ezért, mert eleszembe lázadt, hanem Mihályt küldte. Mihály 5-ször fordul elő a Bibliában ez a név. Mindig Jézus Krisztusnak ugyanolyan neve a Mikáél, mint az Immánuél.
Jézust küldte Sátánnak a meggyőzésére a mennyben, de Jézusnak nem sikerült meggyőzni sem őt, sem az angyalait, neki az angyalaival, ezt mondja a Jelenések könyve 12. fejezete, és ahogy szokták mondani, a bűn eszkalálódott, a rossz eszkalálódott, ugye jogot formált arra, hogy mindenkit a világ mindenségben megkísértsen. A Biblia azt sugallja, hogy senki nem hajlott a szavára, Sátán szavára, aki ezután lett ellenség, ezért kapta ezt a nevet, hogy Sátán, hogy Isten ellensége. Egyedül egy bolygón eresztettük be, a mi bolygónkon, a Földünkön. És elindult a bűnnek iszonyatos történelme a földi történelem során. Ha valaki ezt ugye elolvassa, ezeket az igelyeket, és látja, hogy a rosszat tehát nem mi találtuk ki. Mi felelősek vagyunk azért, hogy beengedtük a rosszat, de ugyanakkor áldozatok is vagyunk. Ezért készített Isten számunkra mentési tervet, megváltási tervet, mert van remény felőlünk, mert mondom, felelősek vagyunk a rossz dolgainkért, de a rosszat elkövetve áldozatok is vagyunk, és mindig az van nagyobb bajban, aki a rosszat elköveti, és nem az, aki elszenvedi. Erről majd külön beszélünk sorozatunk keretében, amit én az egyik legfontosabb bibliai tanításnak tartok, Római Levél 2. fejezet 9. verse nyomán, hogy csak egy alapvető igelyet érintsek. De egy harmadik kérdésre a Biblia nem válaszol. A mikor, hogyan kérdésére válaszol, de a miért? Miért fordult az Úrral szembe Sátán, az angyalok fejedelme? Mi oka volt arra, amikor látta, hogy Isten maga az igazság és szeretet, meg akarja osztani az életet másokkal? Azért hoz létre értelmes lényeket, teremtményeket, és köztük az embert is. Hát mi oka volt Sátánnak arra, hogy azt mondja, hogy ez az Isten nem jó, ez nekem nem kell, én jobbat tudok nála? Miért mondja azt az Isten, hogy minden teremtménye éljen a másikért? Miért a szeretet törvényét adta alapvető törvénynek? Én jobbat tudok ennél, hát mindenki éljen önmagának. Hát nem önmagunk vagyunk a legfontosabbak. Mit foglalkozom én a másikkal, hogy Arany János mondja egy nagy versében, a Kertben című versében, hogy mit érdekel engem a másnak sebe? Hát kötözze be ő! Hát foglalkozzon mindenki önmagával, én nem tudok mással foglalkozni, elég, hogyha magammal tudok foglalkozni. A mikor és hogyan kérdésére válaszol a Biblia, de a miért kérdésére soha nem válaszol. Miért nem válaszol arra a kérdésre a Biblia, hogy miért is fordult szembe Sátán az Úrral? Miért is jött éjszaka ez a bizonyos ellenség, hogy konkollyal behintse a kultúrnövények közé, hintsa a konkolyt? Erre a miértre azért nem válaszol a Biblia, mert erre a miértre nincs értelmes válasz. Ha értelmes választ adnánk a rossz keletkezésére, tehát ha megokolnánk, hogy azért fordult szembe, mert hát valami híja volt a teremtésnek, és ezt ő valamiképpen, vagy mint Madács mondja az ember tragédiájában, hogy együtt teremténk, osztályrészemet követelem, hát ugye ez nem így volt, mert Sátának nincs teremtő ereje, Sátának csak utánzó ereje van, hogy a teremtés látszatát tudja nyújtani, már az egyiptomi varázslók is meg tudták ezt csinálni, de hát a Mózes és az Áron botjai elnyelték a varázslóknak a kígyóit, amikor ők a botokat kígyókká változtatták. És lehet más bibliai történeteket sorolni, hogy Sátánnak ilyen hatalma, ilyen tehetősége nincsen, hogy ő teremtsen. Ő csak utánozni tud, belekeverni Isten jó dolgaiba maga a rossz dolgait, és egy fölismerhetetlen masszát létrehozni, amit aztán úgy nyújt át az embereknek, hogy hát milyen jó ez, mert hát megcsillan Sátán dolgaiban egy-két jó dolog, szó se róla. De ez a keveredés az, ami ő benne a legnagyobb ámítás, egész tevékenységében ez a kétértelműség, ez a hazugság, ez a,
ez a csalás, ravasság és ámítás, hány szót lehetne erre használni, a miértre nem lehet választ, mert ha értelmes választ adnánk arra, hogy Sátán miért jött létre, akkor ezzel jogosítanánk, hogy kell, hogy létezzék. Hiszen ő állandóan ezzel akarja bizonyítani, hogy ő rá milyen nagy szükség van. Nem figyeltük meg, hogy a rossz dolgok mindig azt akarják elhitetni, hogy nélkülük nincs is élet. Hát a rosszra szükség van. Ha másra nem, akkor azért, hogy viszonyítsunk, hogy itt van a jó, ott van a rossz, hát milyen jó, hogy viszonyítani tudunk. Nem, a jónak nincs szüksége arra, hogy a rossz viszonyítsa, a jó önmagában jó. Tehát nem kell a palántának jégeső meg szélvihar, hogy növekedni tudjon, az anélkül sokkal jobban tud növekedni. Tehát először is a miértre, azért nem ad választ a Szentírás, mert nem lehet értelmes magyarázatot adni. Nincs. Semmi értelme nem volt Sátán szembefordulásának sem a mennyben, sem most a 6000 évi történelem során, hogy ő bizonyítsa azt, hogy mennyire értelmes, hogy itt ennyi gonoszság, betegség, hazugság, gyilkosság, háború van. Ezt kérem, ezt valaki szeretné megmagyarázni? Aki ezt megmagyarázza, az már a rossz szekerét tolja. De van egy másik válaszom is erre, hogy miért nem mondja meg a Biblia, hogy miért történt meg ez a mennyei lázadás, miért van a rossz a jó világmindenségben, az Isten által teremtett világmindenségben, és az a másik válasz nagyon gyakorlati. A válasz pedig így szól, hogy Isten bennünket arra akar nevelni, hogy a rosszat ne magyarázgassuk meg, főképp ne a saját életünkben, de más előfordulásaiban sem. A rosszat, hogyha megismertük, és ha kimondjuk rá, hogy rossz, a római levélben mondja Pál apostol, hogy a rosszat nem ismernénk, ha Isten tükröt nem tartana elébe, ha nem lenne Isten szava, Isten törvénye, Isten parancsolatai, akkor soha nem látnánk a rosszat igazán rossznak. Ezért is szükség van a Szentírásra, erre a tiszta metszésű tükörre, pontosan látnivaló a rossz. És hogyha a Biblia tükrén keresztül pontosan látod, hogy te most mit csináltál, és ez rossz, vagy mások mit tettek, és az is rossz, akkor legyél kedves nem entegetni, legyél kedves nem szerecsen mosdatásba belevágni, legyél kedves nem magyarázgatni. Ha bocsánatot is kérsz a rosszért, de a de szócska hiányozzék, bocsáss meg! Ne tedd utána, de mert fáradt voltam, de mert rossz kedvű voltam, de mert a körülmények ilyen. Nem, a rossz rossz, nem kellett volna elkövetnünk, mégis elkövettük, de szeretnénk ezt helyrehozni. Nem azonosulunk a rosszal. Hát ennyit a rossznak a mikor keletkezett, hogyan, és a miértre miért nincs válasz. De rögtön jön a harmadik kérdés. A harmadik kérdés most már a szolgákat érinti. Mit csináltak a szolgák tehát? A szolgák ahelyett, hogy őrködtek volna, és akkor leleplezhették volna az ellenséget, aludtak. Tehát tulajdonképpen azért nagyon finoman Jézus jelezte, hogy itt kinek a felelőssége az, hogy a konkoly most ott elkezd növekedni a földben. Isten felelősség? Hát ő nem, hát ő csak tiszta búzát vetett. Sátán az egyedüli felelős, mert hát ő úgyis konkolyt akart vetni. Na de ott volt a lehetőség ezt megakadályozni, ha nem aludtak volna az Úr szolgái. És figyeljük meg, hogy akik aludtak, tehát elmulasztották a kötelességet ott és akkor, amikor lehetett volna, amikor meg lehetett volna akadályozni a rosszat. Ezek a szolgák milyen nagy hősök. Most, hogy kiderül végül is, hogy miről van szó, most ugye munkát ajánlanak, tevékenységet, erőt és igyekezetet, hogy majd kitépjük, megyünk, és akkor szállanként kitépjük.
És hát ugye vegyük tekintetbe azért a mezőgazdasági alapot, amin épül ez a példázat. Hát ha ezért mondja az Úr, hát ha kitépnétek, akkor ne talántán kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Tehát most már ezt nem lehet tenni. Forradalmat akartok csinálni, lenyakazni a bárókat, grófokat, és akkor mindenki legyen egyenlő? Aztán, amikor megcsináljátok, akkor újra az egyenlőkből bárók és grófok lesznek, vagy oligarcháknak nevezzük, vagy teljesen mindegy, hogy minek nevezzük őket. Így akarjátok ti a világot megváltoztatni, hogy egyszer 19 volt, másik meg egy hiány 20 a következőkben. Nem lehet. Türelemre van szükség. Türelemre van szükség. Most már az a vonat elment, hogy éjszaka elaludtatok, de most már egy másik vonatra kell felszállni, és ez a másik vonat ez az, hogy nem lehet a rossznak erővel neki menni, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Keressétek meg ezt Prédikátor könyvében, és gondoljatok végig olyan történeteket, mint amikor Péter kihúzza a szabjáját a kezéből, és ott a Getsemáné kertbe levágja a Málkus fülét, és Jézus mit mond neki? Hogy aki kardot ragad, kardáltal vészel. Vagyis a rosszat nem lehet rosszal megszüntetni. A rosszat nem lehet rossz eszközökkel megszüntetni. És olvassátok el a Római Levél 12. fejezet 21. versét is, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt is jóval győz meg. Tehát ne győzzön le téged a gonosz, mit jelent az, hogy legyőz téged a gonosz, hogy ugyanazt a gonoszt csinálod, amit ő. Tehát neked az már győzelem, hogyha neked rosszat tesznek, te nem vágsz vissza, mert akkor nem győzettél le a gonosztól. Ha visszavágsz, akkor ugyanazt csinálod, amit ő, hát akkor győzelmet aratott rajtad a gonosz. De a Bibliának határozott, fundamentális tanítás, hogy ne te győzettessél le a gonosztól, ne engedd, hogy belevigyen a táncba a gonosz, hanem a gonoszt is jóval győzd meg. Csak jó eszközökkel lehet jót elérni. Rossz eszközökkel nem lehet jót elérni. Még akkor is, hogyha a kereszténység történelmében bizonyos közösségek azt mondták, hogy a jó cél az szentesíti az eszközt. Ez hazugság. Körmönfont, magasrendű hazugság, de akkor is hazugság. Nem tudunk mit kezdeni vele. Aki Krisztusra tekint, aki az egyedül igaz Istenre tekint, az ilyenben nem megy bele az életében. Mikor aludt az ember? Mikor volt az emberiség történelmében az első nagy elalvás? Talán sokaknak különös történetre hivatkozom vissza. Ezt a történetet sokan leírják, hogy egy mese, meg mitológia, meg egy csak egy képies dolog. Nem képies ez. A paradicsomi történet a Biblia elején, Mózes első könyve második és harmadik fejezetében a legvaskosabb realitást mondja el, a legnagyobb valóságot állítja elénk, hogy Isten kérlelte az első emberpárt. Hogy nem engedem meg számotokra Sátán megjelenését a paradicsom minden egyes pontján, hogy állandóan a sarkaitokba járjon. Egyetlen egy ponton engedem meg, amit ő kér, hogy ő próbálhassa meg az újszülött teremtményt, az embert. Egyetlen egy ponton engedem meg ezt a megkísértést, és elnevezi ezt a fát az Úr a jó és gonosz tudása fájának. Miért? Ez jelképes kifejezés. A jelképes kifejezés azt akarja tudtul adni, hogy azért nevezte Isten jó és gonosz tudása fájának, mert egy valamitől akarta megóvni az embert, hogy tapasztalatban próbálja ki a rosszat. Hiszen Isten elmondott neki mindent a rosszról, hogy a mennyben lázadás ütött ki, hogy Sátán milyen törvényt állított szembe a szeretet törvényével, az önzetlenség törvényével szemben az önzés törvényét. Elmondott mindent Sátánról, ezt ugye a Biblia nem részletezi, de feltételezhetjük, hogy mindent elmondott. Ez bizonyos kifejezésekből, meg Éva szavaiból is következtethetjük, még Évának azt is elmondta, hogy közelébe se menjetek annak a fának. Tehát, ha ti hallgattuk az én szavamra, ha ti bíztok bennem, mint teremtőtökben, és nem mentek a fa közelébe se, ezt én győzelemnek veszem,
Ezt én elismerem, mint a hozzám való ragaszkodás, mint a nekem való engedelmesség kétségtelen bizonyítékát, és akkor egy más világtörténelmet írnánk. De mi volt ez az első alvás? Hogy Éva nem egészen hitt a teremtője szavának. Nem egészen vette komolyan, hogy egy óriási ellenségnek szolgáltatja ki magát, ha csak a fa közelébe megy, és elkezdett elindulni a fa közelébe. Tudta ő azt, hogy egy csodálatos hüllőn, mert hát a kígyó eredetileg egy csodálatos hüllő volt, így is ábrázolják például Rembrandt is, más mesterek is, azért a bűneset után mondja neki Isten megátkozásul, hogy majd hasadon csúszva jár. Tehát nem egy ilyen kígyó tekerőzött le a fára, egy csodálatos, szép hüllő, színes hüllő jelent meg, és még beszélt is. És milyen megdöbbent, hogy Éva erre nem kapta föl a fejét, hogy hát beszélni csak mi tudunk ezen a világon, hogy egy állat beszél. Ha te hazamennél, és a kutyád vagy a macskád beszélne, te mit csinálnál? Ezt mondom, természetesnek vennék? Hát nekem nincs kutyám, se macskám, de én valahogy szaladnék a rendőrségre, vagy nem tudom hova valaki, állatorvos, hogy milyen jelenség ez. Hogy nézzenek ennek utána, mert hát ez nem természetes. Sátán fölhasználta médiumként ezt a csodálatosan szép állatot, és akkor azt mondta a már közelítő Évának, hogy hát csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Megteremtett ennyi gyümölcsfát, és akkor csak látni azt a sok szép gyümölcsöt, egyet se leszakítani, micsoda Isten ez a ti istenetek. Ugye nem így mondta, de ebbe ez volt benne, hogy meghazudtolta az Istent, meg különben miért mondta ezt, hogy csak ugyanazt mondta az Isten? Hát az Isten tudja, hogy mit mondott. Éva meg Ádám is tudja, hogy az Isten mit mondott. Meg Sátán is tudja, hogy az Isten mit mondott. Akkor miért mondja azt, hogy csak ugyan? Na hát ez a ravasság. Ez az ámítás, ez a jóban való bizonytalanná tevés, hogy a talajt kihúzza alóla, na ez Sátánnak a ma is fönnálló legfőbb eszköze, hogy először el akar bizonytalanítani a jóban, vagy akitől a jó származik, úgy szépen, finoman, de nagyon álnok módon meghazudtolni, hogy őre ne hallgassatok, hát rám jobban hallgathattok, mert én igazabbat mondok, mint ő. Az első elalvást most nem részletezem tovább, de ez volt az első elalvás. Mi tehát az alvás? Tulajdonképpen egy jelkép. Jelképe annak, hogy amikor nem hallgatunk Istenre, amikor nem vesszük komolyan Isten szavát, akkor aztán majd csőstül szakadnak a nyakunkba a bajok. És ezért a szolgák méltán bírálhatók ezért, hogyha ők szolgák, és az lett volna a feladatuk, hogy vigyázzanak éjszaka, akkor miért aludtak? Ma a keresztények az Isten szolgái, akkor miért nem szólaltatják meg a Bibliát, a Szentírást? Akkor miért alszanak, és miért politizálnak, miért mesékkel traktálják a gyülekezetet, és másokat, a Bibliát nem ismerő hatalmas sokaságot? Ma is egy óriási alvás van. Mint hogy a tanítványok is, a három legszeretettebb tanítvány is elaludt a Getsemáné kertben. És a mai alvást a Laodicea üzenet teszi nyilvánvalóvá a Jelenések könyve 3. fejezetében, hogy hát már mindenki látja, csak te nem tudod, hogy te vagy a nyavajás, a nyomorult, a vak és a mezítelen, mondja Jézus a ma élő és hívő az egyháza tagjainak mondja, hogy hát ti nem tudjátok, elaludtatok, hát nem látjátok, hogy kik vagytok, álomkorban szenvedtek, de hát ezt máskor is elmondta Jézus Máté evangélium a 25. fejezetében, a 10 szűz példázatában, hogy amikor késik a vőlegény, amikor már mindenki tudja, hogy a világ recseg, ropog, össze fog omolni, és már vannak katasztrófakutatók, összeomláskutatók, nem tudom én milyen szakemberek, már a kövek beszélnek, hogy itt minden omlik össze, a közben
az egyház összeteszi a kezét, ájtatos dolgokat mond, hogy mindenki csak aludjon tovább, mint hogy Jónás bement a hajó aljára, és mindenki jaj veszékelt, mert mi ez a vihar, meg megmaradunk-e. Jónás meg nekiállt aludni. Mi dolog ez héten agy alható, mondja Babics a Jónás könyvében, így ébresztik fel Jónást. Az alvás végigvonul a Biblián. Az első alvás Éva elalvása. Aztán Ádám elalvása, hogy ő se Isten szavát tekintette fontosabbnak, mint a felesége szavát. Aztán az a sok alvás, amit a Biblia följegyez a választott néppel kapcsolatban, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad, foglalja össze az egész Ószövetséget, Máté 23. fejezetében maga Jézus Krisztus. Aztán a tanítványok elalvása, főleg Péter elalvása, akit hányszor figyelmeztetett, háromszor, négyszer ott a Getsemáné kertben, Ézsaiás, Zakariás proféciáinak felidézésével. Péter meg volt győződve, hogy ő jobban tudja Jézusnál, én kész vagyok veled a tömlöcre és a halálra is menni, én jobban szeretlek ezeknél nálad, és így esett bele a borzalmas nagy tagadásába, és a mai kereszténység alvása. Időszerű példázat? Átfogó példázat? A világ teremtésétől egészen a világ újjáteremtéséig minden benne van? Ezért kezdem ezt a bibliakört ennek a példázatnak az elemzésével, és a következő kérdés, hogy Isten bölcsessége, amely nem fogadja el a konkoly kiszaggatását, látszólag mennyire nem humanista felfogás ez, hiszen a rosszat hát meg kellene szüntetni, de hát próbáltuk már forradalmakkal, háborúkkal, aztán annál nagyobb lett, mint amikor valaki gazol, de nem gyökerestül tépi ki a gazt, hanem csak úgy valahol elvágja, akkor egy-két hét vagy hónap után még erősebb az a gaz. Isten türelmes, Isten gyökerestül fogja a rosszat kikezelni úgy, hogy Náhum könyve első fejezetében majd azt olvassuk, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Nem jön újabb veszedelem erre a világra. Miért nem jön? Azért nem jön kétszer veszedelem, mert Isten a türelemnek és vigasztalásnak Istene, hogy nevezi őt a Biblia, kikezeli belőlünk is, meg a világból is a rosszat. És ehhez ő munkatársakat akar hívni. Azoknak a szolgáknak a megtérését kívánja, akik ki akarják szaggatni a rosszat tövestül, hogy aztán a jót is kitépjék vele együtt. Térjetek meg, és legyetek igazi szolgáim. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja, hogy Jakab levele első fejezetében olvashatjuk. És ezzel záródik a példázat, mint egy nyitásként, mindegy kérlelésként, hogy akartok velem az Istennel együttműködni? Akartok az én szolgáim lenni? Akkor türelemre, hosszú tűrésre, a szeretet hosszú tűrő, jóságos, olvassuk a szeretet himnuszában. Erre van szükség, egy csak megtérés által szerezhetitek be, és ezért a következő példázat, amire rá kell térnünk, hogy hogyan is lehetünk mi jó szolgák, hogyan is lehetünk megtérő emberek, és ezért a következő példázat, ami olvasóköri, bibliaköri sorozatunkban a tékozó fiú példázata lesz. Kívánom, hogy beszéljétek meg ezeket a kérdéseket. Jobban, mint én itt próbáltam interaktív módot mímelve veletek megbeszélni, nyerjetek sok örömet a Biblia személyes olvasásából, még nagyobb örömet a közös gondolkodásból, amit magával a jó Istennel folytathattok, mert ha az ő gondolatai lesznek a ti gondolataitok, hogy Ézsaiás könyve 55. fejezete mondja, vagy hogy a 139. Zsoltárban olvassuk, hogy mi kedvesek a te gondolataid nékem, ó Isten, mi nagy azoknak summája, számlálgatom őket többek a fövennél. Ha felserkenek is, mégis veled vagyok.
Majd ha fölkeltek egy órás Biblia kör után, felserkentek, mentek a dolgaitokat végezni a világban, akkor emlékezzetek meg arról, amit a búza és konkói példázata tanított nektek, és Isten igaz szolgáiként folytassátok majd életeteket. Szeretettel várlak benneteket a következő bibliaköri alkalomra. Már előre olvassátok el Lukács evangélium a 15. fejezetének 3 példázatát, de mi a 3 példázat közül az elveszett jó, az elgurult drachma és a tékozzó fiú csak a 3-at fogjuk venni, mert a másik 2 példázatot majd külön fogjuk tanulmányozni, akkor is, hogyha ezek ennyire összefüggenek, majd bizonyos értelemben utalást teszek az összefüggésre, de hogy külön vesszük, most a Biblia körünkben tűzzük ki, hogy mind a mintegy 40 példázatot külön-külön megvizsgáljuk, mert Jézus ezeket nem véletlenül mondta el. Sem az akkori emberek megvilágosítására, megerősítésére, sem a mi megvilágításunkra és megerősítésünkre. Áldassék Isten neve, aki ilyen egyszerű történetekkel, tanításokkal gyökerestül fel tudja emelni, és más talajba tudja beültetni a mi életünket. Kívánom, hogy mindannyiunk életével megtehesse ezt.